Miért van nyitva a hátsó ajtó? Szerintem az a mi házunk, és gondolom, hogy a szembe szomszéd küldte ezt a képet az édesanyánknak, hogy valaki áll a bejárati ajtónk előtt. Sziasztok, én Elek Robi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel. A most következő videónkban pedig egy általatok ajánlott horror játékkal fogunk játszani, aminek benne van a címében, hogy egyedül otthon. Mennyire biztatóan hangzik ez az egész, főleg úgy, hogy egyedül vagyok, este van, és kint esik az eső, de ne aggódjatok, még csak 4:12 van, amikor felveszem ezt a videót, az sokkal, de sokkal barátságosabb, mint hogyha éjfél lenne. Na de akkor be is teszem a fülest, és akkor már itt is vagyunk a játékban. Vannak itt nekünk epizódjaink, az első epizódunknak a játszás ideje körülbelül 20 perc, és ennek az a címe, hogy egyedül otthon. Hát jól van, én szerintem el is indítom ezt az egészet, nem szerettem volna Redditre kiírni, nem tudom, hogy mégis hogyan kezdjem. És az a baj, nem tudtam elolvasni, hogy mégis mi volt ott. Hát azt hiszem, hogy kezdjünk bele. Valami történetet fogsz itt nekünk elmesélni? Nyár közepe volt, és a szüleim elmentek hétvégére egy ilyen üzleti útra, ami azt jelenti, hogy én egész hétvégén egyedül voltam otthon, és úgy érzem, hogy még azt is említenem kell, hogy nem jól szoktam aludni, és így össze-vissza alszok. Szóval ez a játék igaz történet alapján készült. Aha, és akkor most már itt vagyunk a játékban, de miért szól a riasztat? Betörtek, vagy mi van itt? Vagy ez az ébreszt? Ja, hogy ez az ébresztőnk volt csak. Fel is keltünk este 8-kor a délutáni alvásunkból. Hát jól van, jól mondta akkor, hogy bizony össze-vissza alszik, hogy este 8-kor kelsz fel, akkor biztos vagyok benne, hogy éjszaka bizony nem fogsz tudni aludni. Mennyire jól néz már ki ez a játék? Azt hittem, hogy sokkal, de sokkal bénában fog kinézni, de ahogy látjátok, ott most megy le a nap, meg minden. Az utcán még kocsik is mennek, bár eléggé elhagyatott környéknek néz ez ki. Szóval lesznek itt bajok szerintem bőven. De nézzük a jó oldalát, most még semmi sem mozdult el, meg nem történt semmilyen. Hát reménykedjünk abban, hogy nem is fog. És milyen gizdán néz már ki? Olyan, minthogyha egy iPhone-nak a belsejében lennénk, anyukánktól kaptunk is üzeneteket, és ezt meg is nyithatjuk, minthogyha valami üzenetes történet lenne ez az egész. Te mégis miért vagy ilyen paranoiás? 14 vagyok, anya. Azt hiszem, hogy most aludni fogok egyet, utána pedig gondolom, hogy majd rendelek magamnak pizzát. Nem kell semmit sem rendelned, ugyanis van lazánya a hűtőben, csak nézd meg a hűtőt, oké? És akkor hogyan tudunk tovább haladni? Ja, hogyha feljebb görgetek, itt még vannak ám üzenetek bőven. Várjatok csak! Ti mégis mikor fogtok visszajönni? Apád és én hétfőn megyünk, édesem. Ezt elfelejtettük neked mondani tegnap? Hát akkor ezek szerint igen. Itt az anyukája aggódik érte, meg minden. Na és a másik beszélgetés nem tudom meg... Ó, dehogy nem tudom megnyitni. Itt pedig már az Oliverrel való beszélgetését láthatjuk. A szüleim elmentek, nem ugrassz át? Mário kártozhatnánk is. Oké, rendben, hívjad Josh-t is. Nem ígérek semmit, haver. Lehetséges, hogy más terveim lesznek. Hát gondolom, hogy a haverja nem fog átmenni. Miért van ilyen fura hangja a háznak? Ne kérdezd miért, de egyből a szüleim szobájába mentem! Hát de várjatok már! Ugat a kutya, és valamilyen tag, minthogyha erre fele nézett volna. Ahogy pedig kinéztem az ablakon, egyből arrébb sétált. Mi van akkor, hogyha az a valaki bizony figyeli a házat? Na várjatok, csak nem tudunk itt kikukocskálni.
Ó, de hogy nem tudunk! Hát szerintem elment már az az arc, legalábbis reménykedjünk benne, de nézzünk még szét itt a házban, hogy mégis mi van. Ja, várjatok csak, innen jöttünk, ugye? Ez az én szobám. Hát menjünk akkor le, ugyanis szerintem ilyesek vagyunk. Van lazánya a hűtőben. Együnk lazányát. Miért ilyen sötét ez a ház? Nem tetszik. Na, itt a hűtő. Na, várjatok csak, az irányítással még bajok lesznek, és mennyire komolyan néz ki. Na, itt a lazánya. Jó. Ez a kaja hideg, el tudom dobni. Hát nagyon nagy szerencse, hogy nem esett le. Na, ki tudunk itt is kukucskálni. Hát figyeljetek, biztonságban vagyunk. De még nem sötétedett be teljesen, hogyha én horror játékot csinálnék, akkor tuti, hogy a para dolgok akkor jönnének, amikor már full sötét van. Hát de nincsen mikrótok, haver? Hol melegítsen meg a lazányát? A sütőben. Na és most akkor elvileg fel! Melegítem a lazányát, te sem mondd, hogy ez a sütő hangja csak. Kérlek szépen. Hát figyeljetek, én kinézek az ablakon, nincsen a környéken senki. Ami jelenthet jót is, meg rosszat is. De figyeljetek, az az arc, aki itt volt, eltűnt. Szóval akkor az csak jót jelent, nem? Na de ide lerakom. Hogyan kellett lerakni? Várjatok már! Tányéra kell rakni? Hogy hogyan rakja? Ja, gével, jó. Edd meg, haver! Szeretne tévét nézni, miközben eszi, és telibe a sütőből kivett tepsit a puszta kezeddel fogod? Hát jól van, elég érdekes ez. Na de hol van? Itt a tévé, jó. Ide lerakjuk. Íh, haver, hát azt eldobtam. Hogy kell bekapcsolni a tévét? Jó. Először azt hittem, hogy mi leszünk a tévében. De persze, hogy valami random horror megy. Nyilván, hát mi is mehetne egy horror játékban? Mi volt ez a hang? De szerintem ez csak a horror filmben volt. Na de haver, egyed! És ASMR-ban hallhatjuk. Ahogy rág meg csámcsok. Zseniális. Mit csinálsz? Minthogyha ott a lépcsőn felfele ment volna valaki. Azt csak behalucináltam. Mintha komolyan láttam volna ott egy árnyékot. Csak az a baj, hogy baromira nem odafigyeltem, de a szemem sarkából én láttam ott valamit. Tudja, hogy már valaki van a házban. Biztos, hogy csak megjöttek a haverjaim, és már nem vagyunk egyedül. És még befögött is. Zseniális. Na most, hogy már tele a pocak, fel is kelhetünk. Kaptunk üzenetet Olivértől, na nézzük is, hogy mégis mit írt. Azt, hogy nem jönnek át, mivel valami közbe jött. De szuper! De ezek után nem tudom, hogy én szeretnék egyáltalán felmenni az emeletre, ugyanis komolyan, minthogyha valaki elsétált volna erre, és miért libabőrös még a hátam is, és miért ilyen nehezen megy fel? Majd találkozunk holnap. Hát reménykedjük benne, hogy a holnapi napot meg fogjuk élni. De az a gyanús tag eltűnt már, most már csak az a kérdés, hogy a házban van-e, vagy pedig sem. De most nézzünk körbe, ugyanis az anyukám még szobájában nem volt. Ha az én szobámban sincsen, akkor bizony megnyugodhatunk. Nem tudom kinyitni a szekrényeket? Nem tudom kinyitni a szekrényeket. Mi lenne akkor, hogyha lefeküdnénk és aludnánk? Aludjuk át az éjszakát, és akkor... nem lesz semmi probléma. Azt írta ott nekünk alul, hogy beszokta csukni az ajtaját alváshoz. A mintadiák hétvégén is emlékszik arra, hogy van házi feladata, és azt meg szeretné írni még alvás előtt. Hát
hát akkor írjuk meg a házidat! Bízz csak ránk! Nem tudunk fókuszálni a tévé zajától, szóval akkor ezek szerint le kell mennünk és ki kell kapcsolnunk a tévét. De hát figyeljetek! A ház az tiszta, és nincsen itt senki sem rajtunk kívül. Szóval semmi okunk nincsen a félelemre. Na, le is kapcsolom a horrort. Bám! Így most már tudunk majd összpontosítani. Miért van nyitva a hátsó ajtó? Haver? Akkor nagy esélye, komolyan bejött valaki a házba. Hát nyitva volt a hátsó ajtó. Jól láttam szerintem a szemem sarkából. Na de menjünk is fel az emeletre, minthogyha nem félnénk, és írjuk meg a házimat. Persze, nyilván, na várjatok, becsukom ezt az ajtót, de büszke vagyok én a srácra, vagy lányra, akit irányítunk, hogy ilyen mintadiák. Nézzük is a házidat akkor, mégis milyen tantárgyból kell írni, bízz csak rám. 12:30-80 az éjszaka kellős közepe. Hát jó sokáig írtad a házadat, mit nem mondjak. De az pozitív, hogy ennyire világos az utcánk. És gondolom, hogy teli hold is van, meg minden. Na de, kaptunk üzenetet az édesanyánktól. Ne legyetek fent sokáig, gyerekek. Szóval az anyukánk azt hiszi, hogy átjöttek a haverjaim. De közben pedig baromira leráztak engem. Figyeljétek, ezt az ajtót becsuktam, és még most is be van zárva. Ez is baromira nagy pozitívum. A tévé se kapcsol be magától. Hát nincs itt semmi para. Az utcán sincs az a fura alak. Hát mégis kitől kéne tartanom? Én nagyon, de nagyon jól el vagyok egyedül itthon. Egyáltalán nem félek. Ugye, hogy nem félek? De nem, komolyan nem félünk, tehát mégis mitől kéne félnünk? Most szerintem szépen be is csukom az ajtómat. A villany nem tudom valahogy lekapcsolni. Nem tudom lekapcsolni, és el is alszok. Jó gyerek módjára hallgatok az édesanyámra. Tökéletes. Alszunk is, biztos vagyok benne, hogy csodálatosakat álmodunk meg minden. Hajnali 1 múlt 16 perccel. És le kell mennünk vízért, mivel megszomjaztunk, így az éjszaka kellős közepén, és miért van ez a para zene? Hát az utca most is nyugis. Rossz érzésem van, és libabőrös vagyok. Egyáltalán nem tudom, hogy miért. Na de, ide sötét van! Bemegyek anyáiknak a szobájába, és kinézek itt is. Most sincsen sehol senki. Miért érzem, hogy telibe itt fog várni engem valaki a konyhában? Csak ne legyen jumpscare, kérlek szépen. Jó, figyelj, a hűtő legalább világít valamennyit. Itt van a víz, oké. Jobb klikkel tudok inni. Ja, másik a jobb klik, oké. Jó, ittam is. Visszarakom. Jó, figyelj, jól van az úgy. Menjünk is fel és aludjunk. Nem azt mondom, hogy félek, de vége lehetne már az éjszakának. De miért van ilyen sötét? Pedig éjfélkor nem volt még annyira sötét, mint most hajnal egykor. Hát miért? Na de, becsukom az ajtót. És reménykedek abban, hogy egyedül vagyok a szobámban. Hát persze, hogy egyedül vagyok, de anya küldött nekem egy képet. Mit csinálsz? Szerintem az a mi házunk, és gondolom, hogy a szembe szomszéd küldte ezt a képet az édesanyánknak, hogy valaki áll a bejárati ajtónk előtt. Azt én is látom, na várjatok csak. Menjünk át anyáiknak a szobájába, és nézzünk ki.
Szerintem ki kéne hívni a rendőröket, hogyha látunk valakit. Hát de innen nem látok senkit. Na de várjatok, csak lemegyek. Hát ha onnan... Többet fogunk látni. Anya küldött 4 üzenetet, még nézzük meg. Paula küldte ezt nekem. Azt mondja, hogy ez a para alak az ablakokon néz be. Kívtuk a rendőröket. Zárjatok be minden ajtót és bújjatok el. Ha bárki kopog vagy valami, nehogy ajtót nyissatok neki. És gondolom, hogy az a szomszéd fotózta le onnan azt a fura tagot. Hallod? De megijedtem, ne csináld ezt velem, ott van. Én meg telibe. A másik ablakon keresem. Az előbb észre sem vettem. Már nem azért, de mégis mit akarhat? Biztos, hogy ne nyissuk ki az ajtót. nem csinálunk ilyeneket. Szerintem felmegyek a szobámba, és bezárkózok. Na, hogy valami bajunk essen, de miért megy ilyen lassan, amikor nyomom a sprintet? Menjél már! Hogyha az a valaki elkezd minket üldözni, akkor is így fogsz közlekedni? Megyünk a szobámba. Nem lesz itt semmi baj. Mindjárt reggel lesz, és biztonságban leszünk. Becsukom az ajtót, és úgy teszek, minthogyha biztonságban lennék itt a szobámban. Nem tudunk aludni? Aludjuk át az éjszakát. Na! Elaludtunk? Mit csinálsz? Az ágyam alatt bujkálunk, de valaki bizony betörte az ablakot. És csönget. Hát az előbb törte be, akkor miért csöngetsz? Hát jöhetnének már rendőrök. Egyedül vagyok 14 évesen itthon. És nézzétek meg, a szembe lévő házban, mert az összes szobában ég a villany. Mennyire? De mennyire? Nem jó ötlet lemenni, megnézni, hogy mégis mi folyik ott. Ne csináld! Miért csinálod ezt velem? De mondja! Vagyis pontosabban írja! Az édesanyám! Menj innen, menj innen! Hogy Paula a szomszéd van az ajtónál. És most? A játék így random kilépett? Hát gondolom, hogy akkor ez ennyi volt. Na várjatok, csak elindítom még egyszer, akkor az egész előről indul? Aha, gondolom, hogy igen. Szóval akkor az első epizódot szerintem sikeresen kijátszottuk, de akkor is furcsa számomra, hogy kajakra kilépett a játék. Lehetséges, hogy nem játszottuk ki, csak kikresselt vagy valami. De nem hinném. Lehetséges, hogy a következő rész innen fog folytatódni. Hát majd ezt ki fogjuk deríteni, hogyha szeretnétek, hogyha tetszett nektek ez a videó, és szeretnétek még ebből a játékból további videókat, nem tudom, hogy... Van-e még folytatás? De szerintem van, mivel ott még volt egy epizód. Na de, akkor mindenféleképpen dobjatok el a videóra egy hatalmas nagy lájkot. Minden ott van lent a leírásban. Hogyha még esetleg nem nyomtad volna be a csengőt, akkor mindenféleképpen tedd meg. Én Elek Robi vagyok, majd találkozunk hamarosan egy újabb gameplay videóban. Addig is, szevasztok!